Tisztelt megjelentek, kedves barátaink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Patrióták Közössége Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan megvalósult köztéri kiállításának megnyitóján. Hatalmas öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Egy másfél éves álom vált valóra a mai napon, amikor kitaláltuk ezt a kiállítást. Akkor még nem tudtuk, mit jelent az a szó, hogy koronavírus, hogy karantén és hogy határzár. Ez a kiállítás, ami a Kárpát-medence arcai címet kapta, éppen ebben a viszontagságos másfél évben vette fel a Minden Magyar Számít kiállítás nevet. Isten hozott benneteket. Nagyon készültünk tavaly a 100. évfordulóra, és szerintem a mostani 101. éves megemlékezésről lehet azt elmondani, hogy igazából az összetartozásnak a napja, hiszen nem csak tényleg a határon túliak, hanem egymást is most láthatjuk a hosszú bezártság után együtt. Ennek örülni kell, kellenek az ilyen alkalmak. Amikor mi patrióták elgondolásunkat kitaláltuk, akkor az az egy gondolat vezérelt minket, hogy meg kellene haladni most már valahogy a határon túli magyar és a határon belüli magyar felosztást. Egy egységes nemzet létezik. Hogy a határon túli magyarságot az anyaországi magyarsággal egységesíteni tudjuk, ez az, ami a patriótáknak egy nagyon fontos célja, és ez a legfontosabb, hogy ez a mindennapokban érvényesülni tudjon. Függetlenül attól, hogy valaki a trianoni határok inenső vagy túlsó oldalán él, egy magyar nemzetnek a tagja. És ezt szerettük volna a képi erő segítségével bemutatni. Szándékosan döntöttünk úgy, hogy 35 olyan kárpát-medencei magyart fogunk itt bemutatni arccal és képpel, akik egyek közülünk. Mondhatnánk úgy is, hogy átlag emberek. Nem politikusok, nem hírességek, nem celebek, hanem pont olyan magyarok, mint akik. Akár Budapesten, akár Kecskeméten, akár Csíkszeredában élnek. Valamennyi elszakított nemzetrészről sikerült egy-egy nemzettársunkat képen elhozni ide a reformátorok terére. Én bízok abban, hogy a Minden Magyar Számít, a Kárpát-medence arcai kiállításnak ez csak az első állomása, és majd a jövőben innen tud útra kelni.